Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig a Párásító első hivatalos adása. Velem van két társam. Ficsor Zoltán, azaz Fifika, a Villanypár Egyesület elnöke. És Fifko Krisztián, az EFI polgári kezdeményezés szervezője. Viszonylag sok apropó van, amiről múlt hét óta sajnos vagy nem sajnos tudunk beszélni, és nekem legelső körben rögtön a nem mostani, hanem a múlt héten volt talán, szerdán a NAV ellenőrzés. Hogy volt az? Én csak a napra emlékszem, hogy szerda volt. Múlt héten, igen. Múlt hét, igen. Egy ködös, sötét szerdai napon. Tehát múlt hét szerdán megejtett egy ellenőrzést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, nem mondjuk ki, hogy melyik sokban, se reklám, se hitelrontás ne legyen belőle, de a forgalmazót mindenki ismeri, talán Enzsóék voltak, és Enzsó nekem elküldte az anyagot, hogy tételesen és tényszerűen mi történt. Pár gondolatot megosztanék veletek, meg Krisztiánnak, ezt még nem tudtam elküldeni. Úgy történt Enzsó elmondása szerint a dolog, hogy reggel 9:30-kor megjelentek egy régóta is, vagy megjelent, vagy megjelentek egyen, vagy többen, nem tudom, vaperek, attól függetlenül ugye, hogy 10-kor nyit a bolt, és benyitott az irodába Enzsóékhoz, és a kollégájától kérdezte, hogy illetve kért tőle egy 10 millis likvidet, és erre a Gyula megkérdezte tőle, hogy volt-e rendelése, mert hogy kisker nincsen náluk, csak leadott rendeléseket adják át, hogyha személyes átvételt kér valaki. És akkor erre mondta az úriember, hogy nem rendelt, de hát mondta, hogy szeretne egy lötyit, és már nincs is itt. Gyula adott neki egy 10 millis lötyöt. A srác meg sem várta a számlát, elrobogott, és hát ugye érthető, még a bolt nem volt nyitva, tehát a számlázó gép még el se indult, éppen töltött be, 10-től van a számlázás, érthető a dolog. Majd ezek után egy olyan 10-15 perc múlva megjelent a fiatalember egy társával, jó, akkor javítom magam, egyedül ment először, és felmutatták az igazolványukat, vám és pénzügyőrség, számlaadás, elmulasztása miatt jegyzőkönyvet vesznek fel, mondták, ami meg is történt, majd megkérdezték 10 óra magasságában, hogy hol tartják az e-likvideket. Elmondta nekik Enzsó, hogy a raktárban, és erre ők valamilyen rejtélyes gondolattól vezérelve tudni vélték, hogy hát már pedig itt nikotinosat is tartanak, mert hogy több ismerősük is vette, így mivel nekik nincsen intézkedési joguk, ezért kihívják a rendőrséget. Azt mondja az érintett, hogy egy olyan negyed óra volt ez a várakozás, két járőr, körbejárták a történetet, a nyomozók érkezését várva leültek, unottan nyomkorázták egy ilyen egy-másfél órát a telefonjukat, megjelent két nyomozó, lefoglalták a raktárban tárolt nikotinos e-likvideket, arra hivatkozva, hogy gyógyszerhamisítást követtek el. Ez ellen a tulajdonos tiltakozott és panaszt is tett. Délután 4 órára végeztek tételes jegyzőkönyvekkel, és ahogy elmondta, vagy leírta nekem, kérése ellenére sem kapott másolatot belőle. Azt mondták neki, hogy hamarosan úgyis beidézik, kihallgatják, majd akkor kap, ott tudja meg, hogy mivel vádolják, és a többi, és a többi. Ez ellen panaszt tett az ügyészségen, majd rá egy hétre, tehát most csütörtök van nálunk, tegnap jutott el hozzá egy jegyzőkönyv másolata, de hogy ez is csak azért, mert több rendőri vezetőt felhívott az ügyben, és az már csak zárójelben megjegyezve a történetben, hogy
bent volt szerdán ugye Zsolt a pécsi rendőrkapitányságon, és körülbelül minden második rendőr nyakában elektromos cigi lógott, és mindenki bőszen tolta a gőzt a munkahelyükön, úgyhogy nekem azt írta, hogy most vár a kihallgatásra. Jaj, ezt nem is néztem. És itt van egy JPG is, a menteti jegyzőkönyv lefoglalásról. Panasszal élek, be van jelentve. Nagyon jó. Aha. Halaszthatatlan nyomozási cselekményként került sor a cselekmény foganatosítására. Panasszal élt. Na, úgyhogy itt tart ez a történet. Összesküvés szálakat is lehet a háttérben sejteni, de én ettől eltekintenék első körben inkább. Mennyire csodálatos országban élünk már. Hát ez olyan, nem tudom, ezt elolvastam először, nem akartam elhinni, hogy ilyen van tényleg, hogy nyitás előtt bemegyek, meg nem úgy néz ki, mint mikor, mit tudom is én, a fagyjárus kiscsaj nyújtja neked a blokkot, te elrohansz, majd 10 perc múlva visszamész, hogy nem adtál blokkot, megbírságollak. Ezzel csak néhány baj van szerintem, ugyan nem vagyok nagyon nagy jogismerő ez ügyben, de egyrészt ugye az közismert dolog, hogy egy navos nem navos. Tehát azért járnak mindig párba, mert ha nem ketten vannak, akkor nem ér semmit a szava. Hát egy állítás, egy tagadás. Igen, hát innentől kezdve, hogy egy valaki bejön, elszalad egy likviddel, aztán visszajön, hát bocs, nem itt vetted. Ez az egyik, ami azonnal eszembe jutott. A másik meg az, hogy ahhoz, hogy elkezdi raktárakat átkutatni, nem kell valami házkutatás, vagy valamiféle az a felhatalmazás. Tehát az jutott még közben eszembe, ezt már csak utána mondta nekem az illető, hogy tulajdonképp ugye az a csavar még a dologban, hogy ez igen, jól mondtad, házkutatás, mert hogy ez egy talán egy magánlakás címére bejelentett, tehát ott van a telephely, de ez egy magánlakás, tehát rendes lakásra kell a házkutatást megkérni, nem valami üzemegységre, vagy egy cégre, vagy egy telephelyre, vagy mit tudom is én, hogy, hanem ez volt még benne a csavar. De ha ez bejelentett telephely, akkor ez a jog szerint, tehát ha hozzám kijön az APEC ellenőrizni, akkor nekem itt van, mit tudom én, irattároló helyem. És ugyan a lakás többi részét nem, de azt a helyet, amit nem lakásként használok, hanem a cég használja, oda köteles vagy beengedni. Tehát ha ő azt mondta, hogy ez a telephely, és ezen a telephelyen tartja a likvidet, akkor a likvid raktárban, itt erős idézőjelben, a likvid raktár az a cég telephelyének a része, az nem a magánlakásé. Tehát annak például a rezsiköltségét is elszámolható. A stimmt, de valamiféle felhatalmazás nem szükséges. Hát amennyiben, és most a határozatban ugye ezt olvastam, hogy halaszthatatlan nyomozati cselekményként került sor, és ezért van aláhúzva is, vastaggal szedve, halaszthatatlan nyomozati cselekményként akár még házkutatási parancs sem kell. Legjobb emlékeim szerint, mert némi közöm nekem is volt a fegyveres testületekhez és a mindenféle törvényekhez és szabályok betartatásához, úgyhogy abból ez maradt meg így 10x év távlatából. Bár ez is fura, hogy tehát azt írja, hogy a halaszthatatlan eljárási cselekményt megalapozó körülmények rövid leírása, hamis termékek lefoglalása. Nekem egyébként az egész eljárásból az tűnik ki, hogy ők gyakorlatilag nem a számladásra, nem a egy darab nikotinos likvid eladására, hanem direktbe erre a történetre, tehát a végére utaztak. De ez hogy, akkor... Hát nyuszika, van rajta egy sapka? Hát így akkor van. Azért. Így van. Akkor, hogy ezt hogy jól értem, ebből azt jelenti, hogy minden egyes magyarországi forgalmazó, aki nikotinmentes levest árul, ahhoz bármikor bezörgethetnek és ráküldhetik a rendőrséget, és szétszincálhatják a lakását vagy a telephelyét. Elmondtál egy varázsszót egyébként.
csak nem biztos, hogy tudod, ráküldhetik. Mert Igen, volt egy, volt igen, egy igen, harmadik levél az érintettől, és fenntartva a gyanúpert, van benne egy ilyen sor. Az már biztos, hogy valamelyik e-cigis cég nyomott fel. Ó. Tehát olyan szép ez a Magyarország, érted? A hét törzs, amikor betette ide a lábát, ugye, ami egyébként tudjuk, hogy több mint 100 apró törzsből állt, az már akkor az egymás iránti szeretet magjával hintette tele ezt az országot. Tehát az, amikor egy platformon álló emberek ugyanolyan saját érdek mentén képesek egymás levesébe beleköpködni, az arról mindig nekem ez az ország jut eszembe, és iszonyúan szégyellem magam ez miatt. Hogy ebben az országban soha nem lehet magyarnak ugyanaz a vélemény, két magyarnak ugyanaz a véleménye. Szóval valahol egyébként rettentő jó jellemzi ezt a mindent, a politikát, a közéletet, mindent ez a helyzet. Azt ismeritek, valami hasonló vicc, hogy a pokolban az üst, és akkor akiket oda bedobálnak, ezekre az emberekre vigyáznak, azokra az emberekre vigyáznak, ennél az üstnél nem áll senki. Miért? Hagyjad, magyarok vannak benne, úgyis visszahúzzák egymást. Na. De frankon. Hát igen. Igen, és hát tényleg, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor csak a humor az, ami átsegíthet minket ezen a történeten. Hát annyira azért szerintem nem, mert annak viszont én nagyon örültem, ettől függetlenül, és ez ad egy keretet ennek az egész sztorinak, hogy ez történt 5-én, és február 11-én megjelent a 444.hu-n a következő szalag címmel a történet: győzött a józan ész, az e-cigaretta nem gyógyszer. És ezt nem egy újságíró állítja, hanem egy felelős bíróság, méghozzá a Budapest második és harmadik kerületi bíróság. Az ítélet számát majd a show notes-ban belinkeljük. Két dolog kiderült belőle, hogy a NAV gyógyszerrendészeti szabálysértés elkövetésének gyanújával indított eljárást elektromos cigarettákkal kereskedők ellen, illetve kiderült az is, hogy a bíróság szerint megalapozatlanul. Ugye azt tudni kell, hogy maga az ítélet az január 8-án született meg. Igazából olyan nagyon nagy publicitást ez idáig még nem kapott. Az Egyesület a saját oldalán egyfajta az ítélet indoklásának egyfajta összefoglalóját fogja megjelentetni. Ez most itt van előttem egyébként, és hát nagyon fontos momentumokat tartalmaz maga az ítélet. Egyébként a később, ugye Magyarországon nem precedens értékű a jogrendszer, de az, ahogyan és ahogy eljárt a bíróság, az mindenféleképpen üdvözlendő és követendő példa mindenki számára, aki majd ezután ilyen ügyet kap a kezébe. Tehát azt vizsgálta elsősorban a bíróság, hogy a nikotin az önmagában funkcionális gyógyszer-e. És nagyon fontos maga a szó, a funkcionális gyógyszer definíciója. Ez a funkcionális gyógyszer történet, ugye egyrészt ahhoz, hogy ez valami, mire ezt kimondhassuk, ezt az állítást, a termék farmakológiai hatását tudományosan meg kell állapítani, és ennek pozitívnak kell lenni, ez nagyon fontos. Ugye állandóan ezt hallottuk, hogy de a nikotin farmakológiai anyag, igen, de nem pozitívan farmakológiai anyag, hanem negatív értelemben. Alkalmas élettani funkciók helyreállítására, javítására, vagy jelentős módosítására. Nyilván nem.
Célja az orvosi diagnózis felállítása, vagy élettani funkciók javítása. Erre is szerintem egyértelmű nem a válasz. Ezért a bíróság megállapítja, hogy a nikotin ugyan szerepel a gyógyszerkönyvben, azonban ez a tény önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy gyógyszerként tekinthessünk rá. Ráadásul a fenti három feltétel közül az első kettő mindenképpen valamiféle pozitív hatásnak kéne társulnia, és ugyancsak szükséges feltétel, hogy a terméket ezzel a célval gyártsák és hozzák forgalomba. Azt teszem hozzá, hogy a hatóság nem erre a kettőre, hanem bocsánat, nem erre, hanem a másodikra, tehát a funkcionális gyógyszer definícióra hivatkozott, és a bíróság elmondása szerint, illetve megállapítása szerint hibásan. Mert hogy az Európai Bíróságnak volt egy vonatkozott döntése szerint, az számít funkcionálisan gyógyszernek, pontosan amit az előbb mondtál, hogy aminek a farmakológiai tulajdonságait tudományosan megállapították. Igen, tehát ugye az EU-s jogi értelmezés alapján sem minősül automatikusan gyógyszernek egy olyan termék, amely összetételében megtalálható olyan anyag, ami élettani hatással bír. Igen, a nikotinnak van élettani hatása, sajnáljuk, a paradicsomnak is. Láttuk a hatóságok érvelését, tehát konkrétan az történt, hogy a gyógyszertörvénynek az egyik cikkének megálltak a mondat közepénél, és nem folytatták a további tagmondatba, ami az összes többi kikötés tartalmazza, hogy mégis milyen esetben. Tehát a gyógyszer az, ami az élettani hatásokat befolyásolja, slutty, és itt meg is álltak. Csak ez így sajnos nagyon-nagyon kevés. Illetve hát nem sajnos. És volt egy második indoklási rész, amin szerintem minden ebben a kvázi jogalkotási folyamatban résztvevő el kéne, hogy gondolkozzon, és ez az alaptörvény 28. cikke. De várjál, mert mielőtt még az alaptörvényre rámegyünk, ugye ott van a módosítás, tehát az életfunkciók módosítása is, és ugye itt jön Farsalinas a képbe, aki azzal példálózott, hogy például a víz, a sóbevitel, a kávéfogyasztás, vagy mit tudom is én, a testmozgás a jó is levegő. Igen, a ez jó is levegő. Javítja, és mégse gondolja senki azt, hogy a táplálkozás az gyógyszer lenne. Magyarán egy gyógyszer az, ami gyógyít. És akkor itt jött a második pont, amit most elkezdtél mondani, az alkotmány 28. cikkeje szerint, benne van az alaptörvényben, hogy az alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. Hát igen. Szóval ez az, amikor az ember így áll a sírgödör szélén, és iszonyúan elgondolkozik azon, hogy akkor most mi van. Legalábbis az egyszerű vapember, azok, akik alkalmazták ezt a törvényt, azok nem biztos, hogy végig is gondolták, hogy mi mentén és hogy cselekednek. Csak bennem mindig az van, vagy nem tudom ti, hogy látjátok, hogy itt kimondhat bárki bármit. Az lehet magyar bíróság, az lehet egy EU-s határozat, egy direktíva, tök mindegy mi. Ha EU-s, akkor azt alkalmazhatják különböző mértékben és felfogás szerint a tagországok, ha a bíróság, akkor nincs precedensérték. Tehát itt hát ha már majdnem fütyülősre vettem a figurát, itt nagyon jól el lehet lavírozni. Hát az a baj, ugye itt, hogy folyamatos lépéselőnyben vannak a hatóságok. Tehát, hogyha valaki beüti a fejét, és igen, egy fél törvénycikre hivatkozva, összekutyulva, tojva a közjóra, a józanészre, mindenre elkezd üldözni valamit, mint 2012 vége óta a nikotinos likvideket hazánkban, akkor ő ezt megteheti teljesen nyugodtan, és szétzilálhat komplett piacot, tönkreteheti az embereknek a hétköznapjait, és hosszú-hosszú évekbe telik, mire ilyen procedúrákon, mint ez a januári bírósági ítélet volt, ilyen procedúrákon keresztül menve, akár Brüsszelig elgyalogolva végre érvényt szerzel az igazadnak, de azt a
2, 3, 4, 5, 6 év szenvedés, és senki nem fogja visszaadni neked, és ezt a hatóságok zokszó nélkül megléphetik, és mint látjuk, meg is lépik. Ez a szomorú. És van még egy harmadik része ennek a bírósági ítéletnek, amikor a bíróság azt mondja, hogy az elektronikus cigaretták esetében szükséges egy egyedi, termékspecifikus szabályozás megalkotása, mely összhangban áll az Európai Unió által ratifikálásra váró irányelvekkel. Ami, valljuk be őszintén, eléggé szürke és ködös még ebben az órában. Hát igazából nem tudjuk, hogy az Európai Unió hogyan fogja ezt a történetet rövidre, vagy édesre, vagy keserűre zárni. És ugye itt jön Krisztián a képbe még sok egyéb dologgal kapcsolatban, és én szerintem most jött el az ideje annak, hogy egy picit beszéljünk akkor a Krisztián által indított kezdeményezésről. Beszéljünk. Mit mondjak a kezdeményezés? Ugye szerintem mindenki találkozott már vele, tehát tudja nagyjából miről van szó, de ez egy pici összefoglaló nem ártana. Illetve pontosan ezzel kapcsolatban ennek a fontosságára szeretném, hogyha picit jobban kitérnél. Jó. Hát az FV, az Európai Polgári Kezdeményezés a szabad elektromos cigarettázásért, az igazándiból tavaly augusztusban kezdett el szerveződni és körvonalazódni. Az egész az onnan jött, hogy ugye 2012 végén jöttek ezek a magyarországi lefoglalások, és nagyon látszódott, hogy itthon előre haladott, és kellemetlen, és nagyon negatív szituáció kezd kialakulni. De akkor már lehetett tudni róla, hogy Kína az Európai Bizottságba formálódik a dohánytermékek direktívájának a keretén belül, hogy akkor ezt EU szinten szabályozzák, és hát ugye az egyszeri polgár itt Magyarországon, mint én, nézegetek ki nyugatra, és azt várom, hogy onnan majd jön az ész, és a józanész hangja jön. Hát ehhez képest ez nem ez volt, mert tavaly nyáron kiderült, hogy az Európai Bizottság javaslata egy eléggé elszállt és nagyon-nagyon-nagyon káros irányvonalat tartalmaz az elektromos cigarettákat, illetően nevezetesen kompletten gyógyszerszabályozásra lesz szerették volna vonni. És amikor ez kiderült, az első ilyen munkaverziók kijöttek a dohánytermékek direktívájából, akkor világossá vált, hogy hiába várunk az EU-ra, hogy az majd gatyába rázza a dolgokat, nem fogja, maximum még rosszabb lesz a vége. És ebben a témában való olvasgatás közben bukkantam rá az Európai Polgári Kezdeményezés nevezetű jelenségre, ami egy olyan történet, onnan kezdődik, hogy Európában az okos emberek tanakodtak azon, hogy hogyan lehetne közelebb hozni az egyszerű európai állampolgárt az EU-s jogalkotáshoz, mert ugye felmérések szerint alapvetően a hétköznapi embernek zéró beleszólása van abban, hogy mégis Európa milyen irányba menjen különféle témákban. És ezen tanakodva jutottak el odáig, hogy valahogy meg kell oldani, hogy a polgárok is beleszólást kaphassanak a dolgok alakításába, és erre találták ki a polgári kezdeményezés nevezetű dolgot, ami arról szól, hogyha egy közös cél érdekében 1 millió európai állampolgár össze tud fogni, és 1 millió aláírással tudják támogatni ezt a közös célt, és itt vannak még bizonyos kitételek, de igazándiból a fő szempont az, hogy 1 millió aláírás összejöjjön, akkor ez a kezdeményezés, ez lehetőséget kap arra, hogy egyrészt találkozzon az Európai Bizottság képviselőivel, és ott részletesebben is megtárgyalja az aggályaikat, javaslataikat, illetve kap egy nyilvános meghallgatást az Európa Parlamentben, ahol szólhat a teljes európai képviselőtestülethez. Ezen kívül pedig törvényjavaslatot is, konkrét, komplett törvényjavaslatot is benyújthat, amit aztán az Európai Bizottság megtagadhat, mert ugye az Európai Bizottságnak a feladata az, hogy ezeket a törvényjavaslatokat előkészítse, kitalálja és az Európai Parlament elé vigye. Tehát egy konkrét ilyen törvényjavaslatot is le lehet tenni nekik az asztalra, amin aztán ők majd vitatkozhatnak. És ez lenne az európai polgári kezdeményezésünknek a célja, hogy november 25-ig összegyűjtsük ezt az 1 millió aláírást, ami igazából nem kéne, hogy túl nehéz legyen, mert ugye a felmérések szerint van 8-10 millió elektromos cigaretta felhasználó Európában, úgyhogy igazából ennek mindenféle további nélkül sikerülnie kéne, de hát meglátjuk.
És amit mondtál, hogy térje ki a fontosságára, hogy igen, alapvetően a fontossága az az, hogy ez törvényalkotási kezdeményezést tud letenni az asztalra Európában egy új törvényre, egy meglévő törvény módosítására, tehát a most zajló dohánydirektíva, dohánytermékek direktívájának bármi is lesz a konklúziója. Igazából november 25-én, hogyha sikerrel zárul az aláírásgyűjtés, akkor fenekestül fölforgathatjuk az egészet, tehát bármi is történik menet közben, még mindig van rá lehetőség, hogy ezt egy másik irányba vigyük. Mi azt tudjuk, hogy ez egy a részünkről is egy többmenetes harc lesz, tehát első körben a vaperekre számítunk, másodkörben, és szerintem most már a második kört kéne futnunk minden vaper minden ismerősére, rokonára, barátjára. Harmadik körben, és ezt szeretném most egy picit jobban kiemelni, számítunk azokra a szerveződésekre, amelyek egyrészt emberjogi, másrészt a mi határmesdjénken mozgó szerveződések, hát ha ők is tudnak még aláírásokat generálni, illetve miután most kezdődik majd a nagy politikai kampány, most vagyunk a második vagy a harmadik napban, megpróbálunk még az utca emberét is bevonni ebbe a történetbe, hát ha egy pár száz aláírást így is össze tudunk szedni. Ami nagyon lényeges, minden egyes aláírás Magyarországnak nagyon sokat jelentene. Én nagyon-nagyon szomorú lennék, hogyha ez az ország, amelyik a kezdeményezést indította a Krisztián részéről, nem lépné át a saját normáját, ami mennyi most, Krisztián? 16.500 fő. 16.500 főt kell összeszednünk, most szerintem ilyen hánynál járunk? Itt van előttem 1313. Ez még nagyon kevés. 8% sem, tehát 7,96. Ez igen, még az... nagyon... Mondjad, kérlek. Mondjad. Jelen azt szerettem volna csak mondani, hogy igen, nagyon csalóka ez, hogy van 10 millió elektromos cigaretta felhasználó Európában, és hogy ez a számhoz képest nagyon hamar össze kéne jönnie, de rendkívül passzívak az emberek, és nem nagyon állnak ki sem mellé még az ilyen történetek mellé, se, úgyhogy nem lesz ez olyan egyszerű, mint ahogy én ezt eredetileg elképzeltem. Hát ezért kell szerintem minden platformot megragadni. De belefolytottam fifikába a szót itt közben, hogy a ott igen, de én csak annyit akartam mondani, hogy ez még nagyon kevés, 4000 körül jár a fórumon regisztráltak száma. Nyilvánvaló az a 4000 ember, ha már aláírna, már előrébb lennénk, de annak a 4000 embernek is magával kéne hoznia még legalább 4 embert, hogy a normát teljesíteni tudjuk. A passzivitás egyébként meg valamiért most már azt gondolom rendszerváltás után több mint 20 éve, hogy a mai társadalom velejárója. Régen azért egy moderező szakkörbe is több tevékeny ember volt, mint ma egy azonos dolgok mentén gondolkodó csoportban. És ha már csak a fotelforradalmárokig jutunk el, akik azt a 3 darab egér gomb lenyomásra képesek, már azzal is előrébb vagyunk. Én minden esetre azt javaslom mindenkinek, hogy tényleg személyes beszélgetésekben, Facebook posztokon, Twitteren, Google Pluszon, mindenhol próbálják megmozgatni az ismerőseiket, írják alá, számos helyen elmondtuk, hogy az, hogy a személyes adataiból a személy számát, a személyigazolvány, vagy az útlevél számát kiadja, ezt nem fogják olyan orvas célokra felhasználni, mint amilyenekkel egyébként az összeesküvés elmélet gyártók megtámadják ezt a történetet, mindenki megnyugodhat, ez egy teljesen EU-konform történet. Hát a történet, bocsánat, hogy közbevágok, ugye az egyik az, amit mondani akartam, hogy ugye meg kell találni a balanszot, tehát az is csömört okozhat, hogyha minden nap ezt látja valaki az ismerősének az üzenőfalán,
előbb-utóbb csak azt veszed észre, hogy azért nem ír vissza az ismerősöd, mert letiltott téged. Tehát azért mértékletességet tanúsítsunk szerintem azok iránt, akiket semmilyen szinten nem mozgat, meg el kell fogadnunk. A másik, hogy ugye ott van ez a nagyon egyszerűen használható oldal, aminek majd a linkjét szintén be fogom rakni a show notes-ba, ahol kattintásra, frissítésre pontosan meg lehet mondani, hogy most éppen hányan írták alá. Krisztián tudja a legjobban, leghitelesebben elmondani, hogy ez mennyire szabályozva van ez, mert a fórumon is lehetett találkozni szkeptikus emberekkel, hogy ő nem adja meg sehova ezt az adatot, meg azt az adatot. Országonként eltérő a történet, hogy mely országokban mit kell megadni, de hiszen azért kell azt megadni, mert ez nem úgy működik, hogy én beírom, hogy, és most minden kis Istvántól elnézést kérek, de én beírom, hogy kis Pista, és adok mellé valami e-mail címet, és le van tudva egy szavazat. Ennek igenis van értelme, ezt vissza fogják ellenőriztetni a saját országonként működő választási irodákkal, és akkor itt Krisztián el is mondhatnád, hogy hogy működik a szavazatok feldolgozása, hogy mindenki nyugalomban tudja a saját személyes adatait. Folyamatában ez úgy néz ki, hogy igazából mielőtt elkezdhetünk volna aláírás gyűjteni, ezt egy luxemburgi hatóság biztonsági hitelesítést végzett a rendszeren, amit ugye az Európai Bizottság fejlesztői fejlesztettek, és egy ilyen 80 oldalas biztonsági dokumentumot kellett elkészíteni és leadni, amit aztán ők Tövőrőhegyre ellenőriztek, és az egyébként a weboldalon ott is van ennek a francia nyelvű tanúsítványa, hogy megfeleltünk. És úgy néz ki ez a történet, hogy az aláírást követően titkosítva került tárolásra az összes adat. Tehát a titkosítás kulcsa az nálam van, én viszont nem férek hozzá az adatokhoz. Az Európai Bizottság szerverén tárolódnak az adatok, nekik viszont nincsen kulcsuk hozzá. Tehát igazából addig, amíg november 25-ig az aláírás gyűjtés zajlik, addig ember nincs, aki hozzáférne ezekhez az adatokhoz, és vissza tudná fejteni bárkinek a személyi adatait. Miután lezárul majd az aláírás gyűjtés, akkor megkapom én az adatokat egy nagy tömbbe az Európai Bizottságtól, és a nálam lévő kulcssal ezt visszafejtem, és visszaadom az Európai Bizottságnak, aki aztán széteríti az országokra bontott adatokat a megfelelő országnak a választási hivatalához. És hát itt van egy ilyen szűk keresztmetszet, ugye, hogy akkor én visszaélhetnék vele, de mi az Istent éljek vissza bárkinek a bármiével ebben a témában, arról nem beszélve, hogy olyan felelősségvállalásokat írtam alá, hogy a seggemről is lenyúzzák a bőrt, hogyha itt bármi is történik. Úgyhogy ez egy európai törvények által szabályozott, rendkívül komolyan vett történet. És amit mondtál például, hogy az egy petíciókhoz képest itt egy e-mail cím, meg egy nickname nem elég. Persze, hogy nem elég, mert itt konkrétan létező hivatalok fogják az adott országban lévő adatbázisokkal összevetni, hogy ezek az adatok megfelelnek-e a valóságnak, és valóban természetes létező polgárok állnak-e az aláírások mögött. Tehát ezt iszonyatosan komolyan veszik az EU-ban, már csak annál is inkább, mert hogy iszonyatos súlya van egy ilyen sikeres aláírásgyűjtésnek. Hát egyrészt ez egy 2010... Ezért sincs értelme annak, hogy mondjuk valaki beírja, hogy Kovács Buksi, és a kutyája nevébe kitölt egyet, mert hisz a végén az úgyis el fog bukni, és ez egy ilyen hamis ez számot fog nekünk generálni, ami a végén levonásra kerül belőle. Ezzel csak rosszat tesz nekünk, mert ugye valószínű, hogy ez országonként eltér, hogy ki hogyan ellenőrzi a történetet, hogy végignyálozzák, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrzik, és hogyha nehogy isten szúrópróbaszerűen ellenőrzik az adatokat, akkor nyilván egy arányszámot fognak vetíteni az egészre, és hogyha három buksival meg négy micimackóval találkoznak, akkor az egy egészen torzított helyességi arányt fog mutatni a végén, és aki nehogy isten jó szándékúan akarja növelni így az aláírások számát, az csak rosszat tesz ezekkel, úgyhogy ilyet légy szíves, senki ne csinálja. Na majd mindegy, szerintem azt is belinkelem, hogy mit és hogyan kell kitölteni, aki ki szeretné ezt tölteni. Szerintem azért arányában nem állunk mi olyan rosszul, hiszen épp most nézem Egyesült Királyság, és most százalékokat nézek, hiszen szerintem annak van értelme a lakossághoz képest viszonyítani, nem az aláírás számokat. Egyesült Királyság 3,21 százalék. Csehköztársaság 2,36,
A németek viszonylag jobban állnak, ők 13% fölött egy picivel, mi 8% környékén állunk. És akkor tegyünk hozzá mondjuk egy Görögországot, a 0,35%. Tehát én úgy látom, hogy értelme van, csak jól át kell gondolni, mikor, merre, kinek, mit publikál az ember, ne sikkadjon el, de ne is legyen nyomasztó a történet. Szerintem nagyon jó, és 21. századi a megvalósítása. Jó kis tudsz, az biztos. És hogy Krisztián emberi nagyságát még jobban kiemeljük, ezért a múltkori adásból kimaradt történetet szerintem pont most kéne neked elmesélni. A biológiai, tehát ez a szívszaggatás? Igen, mert szerintem pont ide illik. Jó, elmesélem. Ez tavaly történt, ez a történet. A legkisebbik húgom 16 éves lett, és mivel most már ő dohányozgat, és látja, hogy a családban igazából jóformán a testvéreim közül őt leszámítva mindenki dohányzott már, és így az elmúlt években sikerült a többieket áttéríteni, többi kevésbé az elcigire. De hát ő még picurka, ugye 16 éves, és azt kérte 16. születésnapjára, hogy akkor a család dobjon össze neki egy elcigi szetre, hogy ne dohányozzon, hanem inkább elcigizne. És ez egy ilyen hetekig tartó dilemmát okozott nálam, hogy mi a fenét csináljak, mert ugye amit már te is elmondtál a múltkor, hogy egyrészt a boltok rendkívüli módon önszabályozzák magukat, és kiskorúaknak nem árulnak elcigis termékeket, és ugyanúgy nekem is ez a véleményem, és én is kiállok maximálisan emellett, hogy ezt felnőtt, nagykorúságokat betöltött, dohányzó emberek használják az elektromos cigarettát, kiskorúak nem. De ez egy ilyen nagyon ambivalens dilemmát okozott nálam, hogy ott van a húgom, akiről tudom, hogy sokkal jobban járna, hogyha a cigaretta helyett elektromos cigarettát használna. És mégsem 18 éves, úgyhogy én ott tanakodtam egy-két hétig, hogy mi a fenét kezdjek ezzel a szituációval, mert ha azt mondom, hogy akkor itt egy elcigi, akkor igazából magamat köpöm szembe, meg azt, amit képviselek. Tehát tényleg nagyon szar választás, nincs, ez két rossz közül kell választani a dolgokat, és a vége az lett, hogy megmondtam neki, hogy ha 18 éves lesz, akkor olyan elcigi szettet kap tőlem, amilyet csak akar, ha még mindig dohányzik, de addig én nem tudom ezt meglépni, nagyon sajnálom, nem neki való. Azóta pedig ráállt a te régi cigarettafogyasztási szokásodra, és 6 pakli cigit szív naponta. Nem, hál' Istennek nem kocsababoztam, amire tudom, de akkor is. Szóval ez egy szar nehéz döntés. Igen, melyik ujjadba harapja? Igen. Flexel, vagy drótvágóval vágjam le az egyik ujjamat. Én erre ugye négy szem közt azt mondtam, hogy valószínűleg én valami kerülő megoldást találtam volna, de ez szerintem emberileg helyes döntés volt, és majd lehet erről vitatkozni később, hogy ki mit tett volna. Megmondom, hogy én valószínűleg elbuktam volna ezen a vizsgán. Én azt javaslom, hogy mostantól figyeld, hogy mennyi fogy az e-liquidből. Nem vagyunk egy háztartásban, úgyhogy nem tudja megcsapolni súttyomban. De például ez egy jó ötlet, úgyhogy igen, várhatunk kommenteket is, hogy ki mit lépne egy ilyen faramúci helyzetben. Én azt mondom, hogy hála Isten, picit elkanyarodtunk ezektől a fajsúlyos témáktól. Arról is beszélhetnél, ami múltkor fölmerült itt, a Kinga féle 30 nap program. Ha nem is az egész 30 napot, hogy legyen a következő adásra is még puskapor, de szemezgetni belőle, vagy az elejéről elindulni, hogy azoknak is tudjunk segíteni, mert hallottam, hogy olyan is hallgatta az előző podcastet, aki nagyon a szélén van még a történetnek, és most gondolkozik csak a váltáson. Lehet, hogy neki tudna segíteni. Nagyon jó. Ez a 30 nap program, ez olyan, hogy nem azt kell elképzelni, hogy most el fogom mondani, hogy 30 napon keresztül mit kell csinálni. Ez egy ilyen fogalom, ez a 30 napos történet. Egy TED Talkba látta a kedvesem Kinga, hogy ha valaki ki akar próbálni valami újat,
akkor fordítsa össze a fogát, és szálljon rá 30 napot. Tehát ne adja föl egy hét után, ne adja föl két hét után, hanem töltsön vele 30 napot, és utána döntsön, hogy ez most neki jó volt, vagy nem volt jó. És ez nagyon igaz az elektromos cigarettára is, mert simán van, hogy az embernek tök más, éppen a biológiai állapota egyik nap, másik nap jobban esik, szarabbul esik, jobban kívánja a cigit, nem kívánja a cigit, stb. Tehát így nagyon könnyű olyan csapdákba esni, ha valaki éppen vált el cigire, hogy egy-két hét után azt mondja, hogy neki nagyon hiányzik. Tényleg, ha valaki elkezdi, és ennyi a 30 napnak a lényege, hogy szorítsd össze a fogad, és 30 napig tartsák ki mellette, és utána alkossál véleményt róla, ne 3 nap után. Jogos. Ez egy ilyen rövid történet igazából, ez, csak ennyi. Ez körülbelül, de picit visszacsatol arra, amit én mondtam nektek múltkor, nem tudom, emlékeztek-e, amikor a barátomnak, vagy barátommal megvettük a szettet, és ugye gondolkozik az elején mindenki, hogy milyen lehet ez a... Na milyen, hogy esne most a cigi, és ez is ilyen kitartás, és ezt mondtam én is neki, próbáld ki egy hónap, vagy próbáld ki két hónap múlva, ne két-három nap után próbáld ki, hogy na most, hogy esik az igazi cigi? Azt mindenkinek azért tudnia kell, hogy a cigarettáról az e-cigarettára áttérni ugyanúgy nem diadalmenet, és nem a csokoládés vagy a cukros bácsi története. Tehát oda is kell megfelelő kitartás, meg kell hoznod a döntést, csak annyiban lesz könnyebb, hogy állsz a villamoson, és van kapaszkodód. Én kipróbáltam az összes létező módszert, ami a biorezonanciát nem, mert ebből a hókusz-pókuszban nem hiszek. De a nikotinpótlásnak mindenféle fajtáját kipróbáltam a tapasztalatrágóig, és most is azt vallom, hogy mi nem szoktunk le a dohányzásról, mint ahogy a dohányzó is, hogyha abba hagyja a dohányzást, az nem leszokott, csak éppen szünetelteti. Hát én kábítószereseknél hallottam ezt a példát egyébként. Ja, ez a most tiszta vagyok. Igen. Igen. Vagy két éve, vagy három éve tiszta vagyok. De vigyázz a szavakkal, ezzel a dohányzással, meg ilyenekkel, hogy én igenis abba hagytam vaperként a dohányzást, én nem vagyok dohányos, én elektromos cigarettát használok. Igen. Használjuk ezt a kifejezést, legközelebb a szócskáitól fogjuk visszahallani, hogy ők is azt mondták, hogy dohányoznak, tehát ez dohányos. A nikotin bevitel alternatív módját választottuk, ami számomra egyébként, én ezt folyamatosan ezt szoktam mondani, hogy aki elektromos cigarettázik, az egy intelligens választás mindenféleképpen. És ugyan abba hagyja a dohányzást, de a nikotinbevitelt nem. Viszont nagyon érdekes, hogy ahogyan alakul a nikotinbevitele, ahogyan egyre kevesebb is elég lesz, és a végén megáll egy aránylag alacsonynak tartott mennyiség mellett, az ilyen 6-3 mg környékén szokott venni, vagy teljesen lemegy a nullás likvid irányába. Most azt csak úgy halkan kérdezem meg, hogy aki nullás likvidet szív, azt vajon miért fogják majd üldözni? Mit tudom is én, mert foltos lesz, tehát ez a sokáig szívja. Ez az indokolatlan ellenálláshoz a használat, vagy nem, tehát komolyan mondom, tehát így ilyenkor azért már így átfordul vicc kategóriába ez a történet. A likvidről eszembe jutott valami, majd szóljatok, ha ezt a gondolatmenetet befejeztétek, mert nagyon pipa lettem most. És mindannak ellenére, hogy mindenki tudja, hogy külföldről még mindig legálisan be tudom szerezni a magam likvid mennyiségét, vagy akár otthon meg tudom keverni magamnak a likvidet. Gyakorlatilag egyfajta boszorkányüldözés folyik a nikotinos likvid ellen. Ezt most már egy bírósági határozat tudatában jelentjük ki. Én azt gondolom egyébként ezt a kis összegzést, amit
az Egyesület alelnöke áldozatos munkával összerakott, és az oldalunkon meg fog jelenni. Ezt minden politikai döntéshozónak el fogjuk juttatni, és hát reméljük, hogy ennek lesz valamiféle következménye a fejekben, bár erre szoktam mondani azt a kedvenc plébánosom, hogy erősen kell imádkozni, hogy ez így legyen. Igen. Ami most eszembe jutott, és még a másik témához visszakanyarodva, nagyon fölment a pumpa bennem. Adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod. Igen.